Bánatra születtem. Anyám se volt, mégis fölnevelődtem. Úgy nőttem föl, mint erdőbe, jagomba. Szeretőm volt már 10 éves koromba. A sárközi dunamenti vidék sokszínű tánchagyományának legkedveltebb típusa a lassú és friss csárdás. A lassú itt sem tartalmaz sok motívumot, néhány fogásmód azonban a tánc régiességére utal. A friss viszont figurákban olyan gazdag, hogy a szatmári és az erdélyi friss csárdás változatok mellett a legszebb táncaink közé soroljuk. A friss fő motívumai mozzanatai, az egylépéses buktatás, sarkazó, aprózó lábfejfigurázások, kopogások, a páros forgások virtuóz aprózó formái, a lippentős, mártogatós motívumok. A lassú és a friss csárdás között hangsúlybeli különbség van. A lassú fent hangsúlyos, a friss pedig lent hangsúlyos tánc. A friss csárdás gazdag motívum készlete a sárközi falvakban nem egészül ki a más területeken divatos kiforgatással, a lány kar alatti forgatásával, és kivételesen ritka a csizmacsapás is. Kétlépéses, lejtőcsárdás, zárt fogás. Nézzétek meg, hogy a fiú kisebbeket lép, mint a lány. Táncoltatja, kezével irányítja párját. A csárdás lépést megszakíthatja lassú forgás. A lassú csárdásban, az irányváltásnál a lépés nem változik. Figyeljétek meg, hogy az archív felvételen a férfi milyen határozottan, erőteljesen vezeti partnerét. Néha nagyot fordít párján, de a nőnek ilyenkor sem szabad keresztbe lépnie. Kétlépéses, lejtőcsárdás, nyitott fogás. A csárdást nem csak oldalra, hanem előre-hátra is táncolhatjuk.
Fontos, hogy a kinyitásnál ne távolodjatok el egymástól. Ilyenkor is a férfi karjában kell maradjon a nő. Az egyhangú csárdás lépést a férfi hátul keresztlépéssel színezheti, vagy dobogással cifrázhatja. A sárközi lassú csárdás különleges eleme a rugózó, vagy régiesen szólva lejtő mozgás. Ezt nem könnyű szépen táncolni, ezért sokat gyakoroljátok. Aprózó, sarkazó, kopogó. Az aprózókat és kopogókat kis mozdulattal, a fiúk erőteljesen, a lányok hullámosan, ringatózva járják. A kis lábmozdulatot a szoknya szép ringása teszi igazán látványossá. Nézzétek meg, hogy a férfi dinamikus, sarkazó, kopogó figuráit milyen szépen egészíti ki a nő ringó, tipegő mozgása. Figyeljétek meg, hogy ezt az egy lépést milyen sok apró, pici változattal színesíti a táncos. Forgás. A friss csárdás szökkenő alaplépésével forogni is lehet. A forgás ilyenkor nem túl sebes, és megmarad a hullámzó mozgás is. A fiú ritkán kifordíthatja a lányt. A forgás másik lépése a lent hangsúlyos rida. Könnyeden, szökkenve táncoljátok a ridát. Előfordulhat, hogy a férfi a szökkenő alaplépéssel forog, a lány pedig a ridát táncolja. Lippentő. Jellegzetesen sárközi motívum a lippentő. Ilyenkor a forgást egymással szemközt oldalazó lépéssel táncolják. A lippentőt megszakíthatják ellentétes irányú csárdás lépéssel, vagy hosszan egy irányba is táncolhatják. Itt is fontos a tánc állandó hullámzása. Az archív felvételen a lippentő gyönyörűen folytatódik a már tanult aprózó szökkenő figurázással. Mártogatós. A lippentőt máskor erőteljes rugózással, mártogatva táncolják. Lehet egy tengely körül forogva, vagy oldalazva, párhuzamosan mozogva táncolni. A mártogatós részt jól mélyítsétek el, de vigyázzatok, hogy ne ragadjatok bele a lépésbe, és ne késsetek.
lassú és a friss csárdás rögtönzésekor nem kell a fiúnak és a lánynak ugyanazt a lépést táncolni. De ügyeljetek arra, hogy a fiú ne rángassa a lányt, a lány pedig ügyesen alkalmazkodjon. A lippentővel kicsit mozoghattok, változtathatjátok helyeteket. Nézzük meg, hogyan táncolja a lassút és frisset Irén, Tünde, Pali és Péter. Nézzétek meg, hogy táncukban milyen arányban alkalmazzák az aprózó szökkenő figurákat, a forgást, illetve a lippentős, mártogatós motívumokat.